Megváltozott az éves kamarai díjakra vonatkozó befizetés szabálya. A hozzájárulást 2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás székhelye szerinti területi iparkamarának, hanem az országos, vagyis a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának kell átutalni, mondta el Fischer Sándor, a Tolna megyei kamara elnöke. Ez egy újdonság, viszont a befizetett díjaknak a 90%-a az továbbra is a megyei kamarai szolgáltatásait fedezi, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 10%-a marad a országos kamara számláján. Gyakorlatilag a pénzek központosítása azt a cél szolgálta, hogy hatékonyabb legyen a befizetések, a visszautalások rendszere. Ez várhatóan költségtakarékosság szempontjából is egy jelentős megtakarítást okoz majd a kamarának. Amennyiben egy vállalkozásnak a tavalyi évre vonatkozóan van még hátraléka, akkor azt a székhely szerint illetékes kereskedelmi és iparkamarának kell megfizetnie. 5000 forint a továbbra is az évi hozzájárulás összege, amit évente egyszer kell majd befizetni. Ez gyakorlatilag a költségek fedezetésre szolgálja. A kamara gyakorlatilag az eddieknek megfelelően különböző pályázatokban nyújt támogatást, illetve ez segíti a kamarai adminisztráció továbbra a fedezetet nyújt ez az összeg az olyan rendezvényekre, amikor a tagságot tájékoztatnunk kell, hiszen évente változnak a jogszabályok különböző területeken. Erre szoktunk rendszeresen tartani egy ilyen megbeszéléseket online, illetve offline módon. Ha valakinek bármilyen a vállalkozásával kapcsolatos kérdése lenne, keresse a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársait.